Nem sokkal ezelőtt szereztem meg a PCC minősítésemet az ICF-nél, és mivel én nekem van egy ilyen nagyon régi egészségügyi lábam, szüléseket kísérek és szüléstámogatókat képzek, de hogy mindig volt egy vonzódásom az egészségügy irányába, és abban hiszek, hogy elég sok energiát és figyelmet terelünk egy irányba, akkor az gyümölcsözni fog, és abban hiszek, hogy elég sok figyelmet adunk azoknak, akik támogatják és segítik a betegeket, és ezt a nehéz hivatást vállalták, akkor ott nekem helyem és dolgom van. És akkor ez volt ez a pillanat, amikor időszak találkozott az igény a lehetőségem, és véletlenül megláttam a papnak a felhívását, és amikor azt is láttam, hogy ez egy ICF minősített képzés, akkor nem volt kérdés, hogy csatlakozom és támogatom a tudásommal és az eddigi tapasztalatommal ezt a folyamatot. Ami nekem nagyon sokat adott, hogy élő coaching beszélgetések voltak. Tehát nem egy előre megrendezett forgatókönyv alapján, hanem élő szituációkkal dolgoztunk. Volt nővér asszisztens orvos, aki segítette a jelenben lévésünket, és a konkrét reakcióikat tudtunk dolgozni, és a keverismeretileg, meg emberileg, meg szakmailag is nagyon sokat adott. Talán az, hogy az empátián az sokat fejlődik, és hogy nekem az eddigi tapasztalataim alapján volt egy kép az egészségügyben, amit igyekeztem szétszedni és lerombolni, és felépíteni egy másikat. És ez a képzés abban segített, hogy egy harmadikat, egy ötödiket, egy nyolcadikat összerakjam, és hogy megengedjem magamnak azt, hogy minden kórház más és más, minden struktúra más és más, minden főorvos másképp gondolkodik, és minden nővér máshogy élheti meg az életét, és nekem ezt a spektrum szélesítést segített nagyon sokat a képzés. Az, hogy a képzés nélkül nem mernék bemenni osztályra beszélgetni szakemberekkel, egészségügyi szakemberekkel, viszont így, hogy van egy hátterem, van egy mentori mögöttem, mert bármikor tudok telefonálni és segítséget kérni, hogy éppen elakadnék. Ez nekem sokat segít abban, hogy kimenjünk és dolgozzam. És hogy van egy nagyon jó csapat, akivel együtt dolgozhatom, ami neki fejezetten nagyon jó egészségügyben belül, és egy másik szemüveggel, másik tükörből is tudom nézni a folyamatokat, nem csak a szülés oldalára, hanem az összes többi részről is. Ez azért jó, mert én nekem az a titulálásom, hogy tréninget és tudást mindenkinek, akár akarja, akár nem, de emellett, hogy egy kicsit kamerabb legyek. Én azt gondolom, vagy azt érzem, hogy mindenkinek, aki valamilyen szinten találkozik az egészségügynek a hullámzásaival, anomáliáival, működésével, kihívásaival, annak nagyon-nagyon sokat tud segíteni, akár egyik oldalról van, akár a másik. Én azért bízom benne, hogy majd eljön az idő, amikor az egészségügyi dolgozó akár támogatásból, akár más irányból tudnak arra áldozni időt, pénzt, tarifát, hogy képződjenek, és hogy ne csak a szakmai oldalukat erősítsék, hanem az emberi oldalukat is. Úgyhogy nekik mindenképp, bárki, akinek van a családjában egészségügyi dolgozó, azt nagyon sokat segíthet az elfogadásban és az együttműködésben. Úgyhogy én ezeket tűzném itt még ki, és a természetesen a saját tanítványaimat nagyon nagy szívvel és lelkesen ajánlom, hogy jöjjenek és fejlődjenek.